Michael Bay alapfok. Michael Bay középfok. És amikor totál elgurul Bay gyógyszere. Erre lehetett számítani a Six Underground kapcsán, és ha őszinték akarunk lenni, nem árult zsákba macskát a film, és a rendező nem is okozott csalódást. Azt adta, amit vártunk, amire számítani lehetett, de azt nagyon durván odabaszva. A sztori annyi, hogy van 6 ember, illükön egy megkattant milliárdossal, akinek elege van a világ szörnyűségeiből, és megtervezi a társai és a saját halálát, hogy felvehessék névtelenül a harcot a zsarnokság ellen. Legújabb tervük, hogy kiiktassanak egy diktátort, de természetesen ez nem megy olyan könnyen. Mint mondtam, Bay nem árul zsákba macskát, és ez így tökéletesen helytáll. Az első 20 percben meg is mutatja, hogy mi az az igazi Bay-hem. Ezek után mindenki el fogja tudni dönteni, hogy kíváncsi-e a filmre, vagy egy orbitális nagy fasságnak tartja, és kinyomja a francba. Bennem mindkét érzés megfogalmazódott, de természetesen eszemágában sem volt kikapcsolni, úgyhogy haladjunk tovább. Szóval volt ez a firenzei autós üldözés, ami atya úr isten mindent tartalmaz, amitől Michael Bay, Michael Bay. Itt, ha hozzáérnek egy kerti csaphoz vagy székhez, az is felrobban. Minden szikrázik, darabokban, pörög, forog, össze-vissza, közben nyomatják pofátlan a reklámokat, a termékelhelyezéseket, és tübörög az adrenalin az ereinkben. Az égvilágon semmi értelme nincs, egy full blödli az egész, és szénnél röhögtem magam rajta, de végül is ez a célja, és nem éreztem magam közben iszonyatosan kínosan, csak úgy bennem volt, hogy oké. Átadtam magam a Bay érzésnek, és bevallom őszintén, marha jól szórakoztam. A Six Underground igazából egy halálosi Rambam meg Triple X copy, viszont mégsem volt bennem végig az a kínos feszengés, mert nem akarja magát véresen komolyan vetetni, nem áradozik folyamatosan a családról, nem akar magvas gondolatokat közölni, nem méregeti a farkát lépten nyomom, hanem egyszerűen csak szórakoztat. Két akciózás közben megismerjük a karaktereket, akik hát valljuk be, sablon jellemek, nem igazán vannak kidolgozva, teljesen légből kapott dolgokkal dobálóznak itt, de nem feltétlenül van szükség arra, hogy mélyebben belelássunk a személyiségükbe, mert lényegében megvan a stílusuk, és szimpatikusak lesznek egy idő után. Tetszett, hogy megvan a filmben az önirónia és a humor is, rengeteg a popkulturális utalás, rengeteg a filmes idézet, hallunk itt vissza sorokat a Breaking Badből, a Nagymenőkből, Hatodik Érzékből, és még sorolhatnám, és ezeken olyan jó ízűeket röhögtem, hogy ez hihetetlen volt. A lényeg azonban természetesen az akciókon van, mint említettem, a firenzés akármennyire is inkonzisztens baromság volt, egyszerűen marha jól működött, viszont a film csúcsa nálam a hoteles szöktetés volt. Marhára meg volt a dinamikája, tök feszes volt az egész, és magával tudott ragadni a hangulata. Persze végén a jachtos zúzás sem éppen gyenge, főleg amikor a mágnessel játszanak, hát az atya úristen. Oké, kicsit többet használják a kelleténél, de marha jó ötletnek tartottam, és nem kicsit látványos. Minden okom meg lenne rá, hogy ízekre tépjem ezt a filmet, mert tényleg egy iszonyatosan nagy baromság, sokszor semmi értelme nincs, totál következetlen, illogikus, és ízekre lehetne tépni szinte minden második jelenetét, viszont sikerül azt elérnie, mint amit például a korábban említett Halálos Iramban filmeknek nálam nem. Miszerint szórakoztat. Hiába egy marha nagy túlzás az egész, és hiába tud nagyon fárasztó lenni, de megvan a dinamikussága, a humorral sikerül oldani az összképet, és végtére is jól érzem magam, miközben nézem. És B, ebben marha jó tud lenni. Örülök, hogy már nem a 20. Transformers filmmel sokkolja az embereket, hanem visszatérte az ő pályájára a klasszikus akciófilmekhez, mert bizony néha ilyenek is kellenek az embernek. Aki egy egyszeri, fullagyatlan zúzdát szeretne, tényleg csak egy esti kikapcsolódásnak, azt szerintem nem fog vele mellélődni, úgyhogy tegyetek vele egy próbát, ha éppen erre fáj a fogatok. Én pedig adok a Six Underground-ra 65%-ot. Ennyi lettem volna, ha tetszett a videó, akkor lájkolj és iratkozz fel, ha gondolod, kövess Facebookon vagy Twitteren, a linkeket megtalálod a leírásban, aztán legközelebb találkozunk.
Csácz!